A Hajdúböszörmény elleni vereséggel kezdte a szezont a sérülésektől sújtott Kölcsey DS-e, majd Miskolcon nyert magabiztosan Hadobás István együttese. A folytatásban szoros meccsen a Debrecen U22-es csapatától kapott ki a diákcsapat, majd két győztes mérkőzés következett. Ózdon 5 góllal, a legutóbbi fordulóban a Kazincbalcika ellen pedig egy gólgazdag mérkőzésen 3 találattal nyertek a Hadobás tanítványok. A csapat így jelenleg 6 ponttal a 4. helyen áll a 10 csapatos északkeleti csoport tabelláján. Azt hiszem, hogy elégedetnek kell lennem. Minden körülményt figyelembe véve szépen haladunk, folyamatosan javulunk. Hozzáteszem, még mindig vannak hiányzóink, Márkus Gizellának a kézműtétje miatt, illetve Gyimesi Lola nagyszerű játékosunk térműtétje miatt nem áll még rendelkezésre. A többiek, ha kisebb-nagyobb sérülések vannak is, de játszottak már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk, és az utolsó mérkőzéseken pedig az eredmények is bizonyítják ezt. Ezen a két mérkőzésen nagyon szépen játszottunk. Ózdon magabiztosan nyertünk, végigvezettünk, csak 0-0-nál volt döntetlen. Most a hazai mérkőzésen egy nagyon jó Kazincbarcika ellen játszottunk. Hozzáteszem, ugyan 50%-os volt a mérlegük, de amikor komplet ki tudtak állni, van olyan játékosuk, akik nem minden mérkőzésen tud játszani, akkor eddig minden mérkőzést nyertek. Ez is egy nagyon nagyszerű mérkőzés volt. Nagyon kellett igyekeznünk. Első félidőben 4 góllal vezetett Barcika, viszont a végén mi vezettünk a második félidőben már 6-tal is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindez a csapatunk erősségét mutatja. A Kölcsey DS-e vasárnap, amíg hibátlan, listavezető Füzesabonyt fogadja be Miskola csarnokában. Nem lehet más célunk, csak az, hogy megpróbálunk nyerni. Tegyük hozzá, hogy taktikailag nagyon sokat fejlődtünk. Minden mérkőzésen, most a legutolsón is mindenre volt válaszunk, az ellenfél 5+1-ére, 5-1-ére, 6-os falra, tehát nagyon örülök neki, hogy ezeket a lányok meg tudták valósítani, viszont ez egy más kategória lesz, ez egy kiemelkedően jó csapat a Füzesabony. Még egyszer hozzáteszem, semmilyen más célunk nem lehet, csak az, hogy próbálunk nyerni. Egységesek vagyunk, napról napra jobbak vagyunk. Én úgy gondolom, hogy akár meglepetést is okozhatunk. Hadobás István még elmondta, hogy a Kölcsey DS ifjúsági csapata 5 győzelem mellett eddig egy vereséget szenvedett a szezonban. A fiatalok pénteken a Diák Olimpia megyei döntőjében lépnek pályára Kisvárdán.